Sziasztok, én Kuben Zsolti vagyok, és a mai riportban évfordulózni fogunk. Idén nem csak 2023-at ünnepeljük, de nem ám, hanem Petőfi Sanda születési évének a 200. évfordulóját. Éppen ezért ma arra vállalkoztam, hogy bemutassam Budapest azon helyeit, melyeket Petőfi Sándorról neveztek el. A város szívében az 5. kerületben sétálok, nem máshol, mint a Petőfi Sándor utcában, és ha már itt vagyunk, el szeretik mondani egy kis érdekességet a költő életéről. Petőfi a naplójának és rendkívüli népszerűségének köszönhetően az élete elképesztően dokumentálva van, éppen ezért megtudhatjuk róla azt, hogy 1000 verset írt körülbelül, és ebből 850 maradt fenn, illetve azt is megtudhatjuk, hogy balkezes volt, viszont mind a két kezével tudott írni. Petőfi kút. Köztudott, hogy a március 15-i eseményekhez elég sok köze volt Petőfinek, de a március 15-e tér mellett közvetlenül a Petőfi tér található, vajon véletlen? Ami biztos az az, hogy a Petőfi téren található a Petőfi szobor, és fun fact, Petőfi szobor létezik Sanghajban és Pekingben is. Tovább a fun fact az is, hogy a szobor avatőnepségén részt vett Arany János is, viszont egy nagyon durva tény az, hogy ezen az avatőnepségen sajnos tüdőgyulladást kapott a költő, és ebbe bele is halt 1882-ben. Margit, Lánc, Erzsébet, Szabadság, de a Petőfi híd, az Petőfi híd. Ehhez a helyszínhez is találtam egy érdekességet, ami úgy szól, hogy Petőfi Sándor 6 nap és 6 éjszaka alatt írta meg a János Vitéz című elbeszélő költeményét, és ugyanennyi idő alatt írta meg a Zöld Marci című népszínművét is, amit sajnos a Bíráló Bizottság nem fogadott el, és emiatt Petőfi vagy mérgében, vagy szomorúságában elégette az egészet. Még rengeteg érdekességet lehet olvasni Petőfi életéről, viszont hogy a munkássága milyen hatása van a mai költészetre, azt már valaki más fogja elmesélni. Petőfi az, aki arról való vélekedésünket, hogy mi az, hogy vers nagy mértékben meghatározta. Nem azért, mert feltétlenül az, mint amit ő gondolt erről, ami miatt ő könnyen megragadható egy nem annyira olvasott személy számára is, vagy akár egy gyerek számára is. Az a, valóban az, ami egy tudatos program volt részéről, hogy minél egyszerűbben, a népdalokhoz hasonló formában, páros rímes, felező 12-es strófákban szóló szövegek szülessenek, amit aztán ő egyáltalán nem ilyen homogén módon művelt a költészetében, és sokkal árnyaltabban, és sokkal műveltebben, és sokkal nagyobb tudással művelte az irodalmat, mint az átlagemberben megmaradt, és amit aztán a halála után minimum fél évszázadig az epigonok megpróbáltak utánozni. És én már 40-valahány éves voltam, mert 3 gyereket felneveltem, amikor egyszer újraolvastam a János Vitézt, és hirtelen megláttam, hogy mitől volt zseni Petőfi. Tehát, hogy mi az, ami egy olyan fiatal korban lévő bölcsesség és tudás volt benne, ami nagyon-nagyon ritka, és ami benne van ebben a szövegben. De pont amiatt, hogy ilyen klisésé vált, így addig nem tűnt fel. Tehát amikor egy szövegre rá tudunk nézni új tekintettel, úgy, mintha még soha nem tanultunk volna róla, és nekem akkor ez valamiért éppen így történt. És akkor értettem meg igazán, hogy miért fantasztikus, amit ő létrehozott.